kell szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Mélás reggelét a 9.9 Jazzy Rádió Mihály Csandrással. És Gede Balázsral jó reggelt kívánunk! Én is 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, lehet írni, például közlekedést. Nem jött akár eddig? Tudod, ez az M0-ás Szeged felé a Dunahídnál, Suhanos viszont... Ja. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Szóval korábban írt a hallgató, és nem hiszem, hogy javult volna a helyzet, hogy az M0-ás Szeged felé a Dunahídnál suhanos, viszont Győr felé legalább 3 kilométeres torlódást észlelt a hallgató. Más az nem nagyon jött. Az útinformáció kicsit pontosítja ezt. Élénk a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, illetve az M0-as autót déli szektorán, a Hárosi Dunahíd terelésénél az M1-es autópálya felé vezető oldalon Szigetszentmiklóstól torlódnak a járművek. 15-20 perces a menetidő veszteség. Az ellenkező M5-ös autópálya felé vezető oldalon Nagytétény térségében lassul le a közlekedés. Az M3-as autópályán a főváros felé a bevezető szakaszon arra szólnak a járművek az M0-ástól befelé, de már 60-tól lassulásra kell készülni, főleg a csomópontok vonzás körzetében. És az M7-es autópályán pedig a Balaton felé a 17-es és a 30-as kilométer között a Törökbálint és Martonvásár közötti szakaszon sövényt vágnak. Mozgó tereléssel haladnak a belső sávban, a munkavégzés mögött lelassul a haladás. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Hát talán 2-2,5 hónapja, hogy megújult a Bubi. Megnézzük, hogy hogyan muzsikál az új közösségi kerékpár. Nagyot megy, már túl nagyot, úgyhogy mindjárt meg is beszéljük a részleteket Borsi Dáviddal, a BKK kommunikációs vezetőjével és szóvivőjével. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Na, hát azt halljuk. Mióta is van új Bubi? Egészen pontosan 2021. május 20-a óta lehet ismét használni a Bubi kerékpárjait Budapesten. Hát az valamivel több mint 2 hónap, igen. És állítólag nagyon bejött az újított verzió, ugye? Hát alapvetően fogalmazhatunk úgy is, hogy rekord hátán a Bubi házatáján. Minden idők rekordja megdőlt több szempontból is ebben az elmúlt bő 2 hónapban, többek között a napi használati szám. Ami egyébként korábban ilyen 6000 környékén volt, most már elértük a 8300-at is, tehát 8300 alkalommal használták egy nap a Bubit, volt ilyen nap is. Soha ilyen nem fordult elő az elmúlt bő 7 évben, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy nagyon népszerű a kerékpár. Csak hogy még mondjak néhány számadatot. Az elmúlt 2 hónapban többen használták a Bubit, mint 2019-ben összesen. Összesen 365 ezer alkalommal pattantak a nyerekbe az ügyfeleink, és ez alatt, vagy ennyi alkalom alatt több mint 730 ezer kilométert tettek meg a Bubikkal. Úgyhogy egyértelműen látszik az, hogy jól sikerült hát ez nem is ráncfervalás, hanem a teljes megújulás, és egyértelműen kedvelik a felhasználók a kerékpárt. Itt ugye van egy technikai megújulás, meg van egy árazási megújulás is, és gondolom a kettő együtt hatott ilyen jól. Így van, pontosan. Tehát ugye alapjaiban újult meg maga a szolgáltatás. Tehát egy vadonatúj applikáció, egy vadonatúj honlap szolgálja ki az IT igényeit a rendszernek. Egyébként ezekkel kapcsolatosan is nagyon pozitívak a visszajelzések. Még korábban mondjuk Google Play-ben 3-asra, az App Store-ban 1,6-osra értékelték az ügyfeleink az applikációkat. Ezek a pontozások most 4,7-4,5 körül vannak 5-ös skálán, ami azt mutatja, hogy ez is pozitív irányba változott. Ugye teljesen megváltoztak a kerékpárok. Egyrészt a súlyuk is csökkent, másrészt pedig maga a tekerhetőség is jelentősen javult annak köszönhetően,
hogy a szivastömlős kerekeket fújt gumikra cseréltünk. Ezáltal 50%-kal szabadgurulásban is tovább gördülnek ezek a biciklik, tehát sokkal könnyebb őket tekerni. Én napi szinten használom a bubit, és igazából tényleg olyan, mintha az ember a saját kerékpárjára pattanna fel, sokkal könnyebb a használat, és nyilván az is fontos, hogy hát nagyon-nagyon kedvező áron érhetőek el az almazolt kerékpárok. Ugye egy havi bérlet ára szinte egy vonaljegyével megegyező, tehát 500 forintért hozzáférünk egy hónapon keresztül a rendszerhez. A havi díj is, bocsánat, az éves bérlet is 5000 forintos, tehát ezért az összegér egy egész éves mobilitási lehetőséget kapunk leginkább Budapest belvárosában. És a sikernek ára van. Több hallgató is, és azért tárcsáztunk, és azért szerettünk volna veled beszélni, hogy több hallgató is ilyen apró logisztikai Ács Gábor kollégánk is ilyen logisztikai kellemetlenségből számol be, tehát hogy gyakran van olyan, hogy üresek a tárolók. Aztán írja egyik hallgatónk, hogy a Nemzeti Színháznál folyamatosan ott van 30 bringa, ami teljesen felesleges, hiszen nem jár a Csepeli hév, más tömegközlekedési megálló meg nincs a környéken. Aztán jött egy olyan, hogy nagyon jó lett a bubi, mikor arra kért az applikáció, hogy értékeljem, csak annyit írtam, hogy ez most lett, a fejlesztő megköszönte. Tehát, hogy a hallgatói visszajelzések is pozitívak, csak hát ugye logisztikai problémák. Mint a túlnyertétek volna magatokat. Igen. Ugye alapvetően 1200, illetve 800 kerékpárral indult maga a rendszer, és szűk egy hónap alatt értük el a jelenlegi teljes kapacitást, azaz 1200 kerékpár van a rendszerben, de van egy közel 400 darabos opciónk, amit a következő egy évben biztos le fogunk hívni, ezáltal nő majd a mobubiknak a száma a fővárosban. Kétségtelen az, és mi is látjuk, hogy a logisztika az jelenleg még egy picit döcög, tehát mondom, én is aktív felhasználó vagyok, én is találkoztam olyannal, hogy futnom kellett az utolsó kerékpárért, hogy nehogy valaki elvigye előlem a dokkolóból, de ezeket a logisztikai tapasztalatokat folyamatosan gyűjtjük mi is, bő két hónapja üzemel az új rendszer. Tehát még nagyon fiatal gyerekcipőben jár. És az első, alapvetően az induláskor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az első három hónap tapasztalatai alapján fogjuk majd átalakítani utána a logisztikai rendszert. Nyilván napi szinten egyeztetjük a működést a Csepel ZRT-vel, aki ugye ezt a feladatot ellátja. Mi abban bízunk, hogy ugye nagyjából még három hét van ebből az időszakból, a három hónap lezártával egy teljesen új fejezetet tudunk nyitni a logisztikában. Ennek kapcsán kérjük az ügyfeleink türelmét, azonban az fontos elmondani, hogy nagyon sok ponton hozzá lehet férni a kerékpárokhoz, tehát sok esetben 100-150 méteren belül található egy másik felvevőpont. Én leggyakrabban a Király utca, Rumbaksebestyén sarkán szoktam felpattani a bubira, de hogyha ott véletlenül nincs, akkor a Gosdú udvarban lévő felvevő ponton hozzáférek a bubihoz, van, hogy ezt a 150 méteres sétát meg kell tegyem, de akkor ott már lehet, hogy vagy jó eséllyel találok kerékpárokat. Ha ezt javaslom mindenkinek, az applikációban egyértelműen látszik, hogy melyik dokkolóban van bicikli, ha úgy van, akkor egy picit érdemes sétálni. Kicsit visszatérve az árazásra, ez fenntartható? Vagy ez most egy ilyen kampányszerű árazás? Csak azért kérdem, mert tényleg nagyon kedvező és baráti, csak nyilván, hogyha a húzamosabb ideig termeli a mínuszt, akkor ez nem maradhat így. Alapvetően a MOLBUBI az nem egy profitábilis rendszer. Uh-huh. Nem az a célja, hogy profitot termeljen, jóval inkább az a célja, hogy a közösségi közlekedés integráns részeként, aha, alternatív közlekedési eszköz biztosítson leginkább a belvárosban. És a közösségi, vagy a közbringa rendszereknek általánosságban ez a célja. Tehát ilyen formának nem is kell profitot, nyereséget termelnie, veszteségfinanszírozással működik ez a rendszer, és ugyanúgy, mint a közösségi közlekedés általában nagyon sok városban. A másik cél ugye az, hogy az emberek a MOLBUBI által kipróbálják, merik kipróbálni a városi kerékpározást, és a jelenlegi kerékpáros boomban, ami egyébként érzékelhető Budapesten, sokan először a bumit próbálják ki azt, hogy milyen mondjuk a főváros útjain biciklizni.
És ha már a kerékpáros boomról beszélünk, ugye ennek kapcsán is nagyon sok rekord megdőlt az elmúlt időszakban. Júniusban például a Bentéren keresztül volt olyan nap, amikor egy napon 7660-an vagy 60-szor haladtak át, soha ilyen számot nem értek, és a Hungária körúti kerékpáros számláló is rekordokat mutatott, volt olyan nap, amikor 2200 utazást regisztráltak. Úgyhogy ez is mutatja, hogy a kerékpározás egyre népszerűbb a fővárosban, és ez nagyban köszönhető a Bubinak is, mert egyébként sokan lehet, hogy maguktól saját kerékpáron nem próbálták volna ki ezt az alternatívát, a Bubinak köszönhetően azonban rájönnek arra, hogy kerékpárral érhető Budapest. Hova tovább? Mik a tervek, nő a kerékpár darabszám, ha már ilyen szépen nő az érdeklődés, lesznek-e új állomások, mi van a Tarsolyban? Igen, alapvetően ugye azt említettem már, hogy ez az 1200-as kerékpáros állomány várhatóan nagyjából egy szűk 400 kerékpárral bővülhet a következő egy évben. Ezzel párhuzamosan pedig szeretnénk a MOL Bubinak a lefedettségi területét bővíteni. Azonban nem olyan fizikai dokkolókkal, amiket ma is látunk a városban, hanem virtuális dokkolókkal szeretnénk további felvevő pontokat létrehozni a városban. A virtuális dokkolók GPS alapon működnek, tehát kijelölt GPS lokációban lehet felvenni a kerékpárokat, és kijelölt GPS lokációban lehet visszaadni a kerékpárokat. Aki ezt nem teszi meg, és nyilván sokakban felmerül a gondolat, hogy akkor a Bubival is hasonló helyzet alakul-e ki, mint mondjuk a közösségi rollerekkel, azokat megnyugtatom. Aki nem a lokáción belül teszi le a kerékpárt, azoknak elszállítási pótdíjat kell fizetnie, ami az éves bérlettel megegyező összeg lesz. Ez a rendszer még nem aktív, de türelmi idő után ezt is be fogjuk vezetni. Tehát nem alakul majd ki olyan helyzet, hogy a virtuális dokkolók miatt szerte szét lesznek szórva a MOL Bubik a városban. Uh-huh. Milyen egyébként a rongálás, meg a trehányságból eredő károknak az aránya? Ahogy az elmúlt 7 év során, ugye a mostani bő 2 hónapos új üzemben is azt tapasztaljuk, hogy rongálás elég ritkán fordul elő. Tehát mondjuk az elmúlt 7 évben összesen egy darab MOL Bubit kellett a Dunából kipecázni, ez mai napig megtekinthető egyébként a Csepel gyárnak a területén. De hogy alapvetően rongálás nincsen, nagyon korrekt módon használják fel a felhasználóink a kerékpárokat. Egy picivel több munkát ad az, hogy fújt gumikkal szereltük a kerékpárokat, mert azért defektek előfordulnak, de a Csepel ZRT-nek a munkatársai folyamatosan járják a várost. Ugye egy-egy műszaki hibát az ügyfeleink azonnal le tudnak jelenteni az applikációban. Tehát az valós időben megjelenik a Csepel ZRT-nek a rendszerében, akik azonnal mennek ki a helyszínre, és például a gumikat nem úgy cserélik, hogy beviszik a műhelybe, és akkor ott veszik majd a kerekeket, hanem kimennek az adott dokkolóhoz, ahol ez a hibás kerékpár található, lekapják az első kereket, feltesznek helyette egy újat, tehát nagyjából egy 5 perces manőver után már újra használhatóak ezek a biciklik. És egyébként az még fontos, hogyha bárkinek például defektje van az útszakasza vagy utazása során, akkor azt az utazást mi jóváírjuk, tehát hogyha az ügyfelünk lejelenti a hibát, visszateszi a következő dokkolóba a kerékpárokat, akkor azt az utazását megtérítjük, hogyha véletlenül, tehát hogyha az adott ügyfél perc alapon használta volna a kerékpárokat. Ugye azt tudni kell, hogy ugye beszéltünk arról, hogy van havi bérlet, van éves bérlet, de továbbra is van perc alapú használat, ami azt jelenti, hogyha valaki nem akar hosszú távon elköteleződni, ez alapvetően inkább a turistákra jellemző, akkor ők 20 forint per perc díjon is tudják használni a MOL Bubikat. És még egy információ, ugye a bérletekhez kapcsolódóan egy bérlettel 4 kerékpárhoz lehet továbbra is hozzáférni a városban. Az első kerékpár esetében érvényes az, hogy a bérlettel 30 percig ingyenesen lehet használni a kerékpárokat.
az egybérlet keretében felvett további három kerékpár esetében pedig percalapú díjazással számolunk. Mm-hmm. Még egy picit visszatérve erre a virtuális dokkolásra, ezt akkor úgy kell elképzelni, hogy vannak ezek a zónák, de a zónán belül kell letenni a bringát, de bárhova. Így van. Tehát alapvetően nyilván ezek nem nagy kiterjedésű négyzetek vagy téglalapok lesznek, tehát itt alapvetően ugye a jelenlegi számokból kiindulva nagyjából 10-15 kerékpárt lehet majd elhelyezni ezekben a virtuális dokkolókban. De alapvetően igen, tehát hogy ott bárhol lehet majd őket tenni. De alapvetően én tényleg azt látom az ügyfeleink hozzáállásán, hogy egyrészt nagyon megbecsülik az új kerékpárokat, nagyon vigyáznak rájuk, most is korrekt módon használják őket. Így bízunk abban, hogy a jövőben, amikor a virtuális dokkoló rendszer majd üzemelni fog, akkor hogy az is rendben fog működni. Módon rendezve fogják letenni, felvenni a kerékpárokat. Oké, hát bízunk ezekben mi is, és hát várjuk a fejlesztéseket, és tényleg gratulálunk a sikeres megújításhoz, mert láthatóan igen népszerűvé vált. Köszi szépen, jó munkát, szép napot! Köszönöm szépen, szép napot! Szia! Borsi Dáviddal, a BKK kommunikációs vezetőjével és szóvivőjével beszélgettünk. Hát nézem, hogy közeledik az a hírek. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Szerintem azt csináljunk, hogy zenéljünk egyet, és akkor utána Schmidt Andi rövid híreivel folytatjuk, majd azt követően, na hát a kedvenc témád jön, az ügyfélélmény. Megéri-e, kinek kell ez, illetve ha kell, akkor pedig mit kell csinálnia a cégeknek, hogy ebből legyen is valami. A KPMG Senior tanácsadójával, Hári Melittával fogjuk ezt átbeszélni.